Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Július 1-e van Anna Mária és Tihamér névnapja. Hírműsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Megkezdődött a turista idény, hazafelé igyekeznek a vendégmunkások. Igazi kánikulára számíthatunk a hétvégén is. Ismét drágultak az üzemanyagok Szerbiában. Augusztus 28-án tartják az 5. szabadkai félmaratont. Megindult az első nagy turista hullám, egyre nagyobb a torlódás a magyar-szerb határátkelőkön Szerbia irányába. A vendégmunkások megindultak hazafelé, de sokan Bulgáriába, Montenegróba, Albániába, Törökországba és Görögországba tartanak nyaralni. Ma reggel mintegy 2 órát várakoztak a Magyarországról kilépő oldalon a Röszke-Horgos autópálya határátkelő helyen, a nap folyamán pedig tovább nőtt a torlódás. Jó. A Királyhalom másodhalom átkelőnél pénteken már a reggeli órákban 2 órát várakoztak az autósok Szerbia irányába, és a nap folyamán sem változott a helyzet. Mostantól tehát a július 1-e és augusztus 31-e közötti időszakban hosszabbított nyitvatartással üzemel a Királyhalom másodhalom kis határforgalmi határátkelőhely, de csak a hétvégi napokon, azaz pénteken, szombaton és vasárnaponként reggel 7-től este 10 óráig. Emlékeztetjük az átutazókat, hogy a Bajmok-Bácsalmás határátkelőhely ugyanakkor szeptember 11-éig szintén hosszabbított nyitvatartással üzemel, szintén hétvégenként, tehát pénteken, szombaton és vasárnap reggel 7-től éjfélig, azaz 24 óráig. A Horgos-Röszke autópálya határátkelőhelyen az illetékesek szerint készen állnak az idegenforgalmi idényre. Megfelelő számú határrendőr és vámtiszt teljesít szolgálatot, és amennyiben szükséges, további sávokat nyitnak, hogy az utasok a lehető legkevesebbet várakozzanak. A Szerbiából kilépő oldalon nem alakult ki hosszabb várakozás, a buszok is folyamatosan haladtak, egyedül a teherautók vesztegeltek hosszú sorban több órányit. Magyarország irányából viszont folyamatosan érkeztek a járművek. Bolgár vendégmunkások egy csoportja Hollandiából tartott hazafelé, azt mondták, sokat vártak a Magyarországról való kilépésre. 2:35 minuti. Sporo ide? Ne znam zašto ne работят, брат. Gužve? To толкова не разбирам. Штау? Штау, няма нищо. Няма нищо, просто не работят. Просто не радят. Тежко е сега, топло е, слънце. Да, 45 градуса. Egy csehországi család a montenegrói hegyekbe tartott Zsabljákra. 2 órát vártak, amíg kiléptek Magyarországról. A lot of people, a lot of cars and big traffic jam. And very hot. I don't know, two kilometers approximately traffic jam. When we arrive to the... Very hot is the weather. Weather is hot, but it's normal in summer, I think. Két belgrádi srác Magyarországon kirándult, úgy tűnik rossz napra időzítették a hazatérésüket. Mi smo čekali oko 5 sati. Da, oko 5 sati. I koliko kapije radi? Mislim da je 4 ili 5. Dve su za stra, za dve su za 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 Evropsku uniju. Tako je. Dve za ostale, i kako podnosite vrućinu? Evo vidiš, brate, gola sam voda. Imaš dobru boju. To ti je to. Az elkövetkező néhány héten a szerb-magyar határszakaszon Magyarország felől Szerbia irányába kell folyamatos torlódásokra számítani, majd július végétől mindkét irányban, aztán augusztus végétől egészen szeptember végéig, a szabadságok elmúltával pedig a Szerbiából kilépő oldalon Magyarország felé várhatók hosszú sorok. A határon várakozók vagy az úton lévők számára pedig nem elhanyagolható az időjárás sem. 38-39 fokos meleggel köszöntött be a július. Jó hír viszont, hogy már csak pár napig kell kibírni a kánikulát, a jövő hét elején enyhe lehűlés érkezik térségünkbe. Nem szakad meg azonban a strandidő, a jövő héten is 32 fok körül alakulnak a maximumok. Sorra dőlnek a melegrekordok Szerbia szerte. Hét elején 35, hét közepén 36, ma viszont már 38-39 fokot mutatott a hőmérő higanyszála.
Az év eddigi legmelegebb időszaka volt az eheti. Most nézzük napokra lebontva, mire számíthatunk a hétvégén. Szombaton napos, meleg időjárásra van kilátás 35 Celsius fokos maximumokkal. Helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de komolyabb lehűlést nem hoz a csapadék. A hét utolsó napja sem tartogat meglepetést. Napos, meleg időre van kilátás. A nappali csúcsértékek 35-36 fok körül alakulnak majd. Kisebb lehűlés a jövő hét elején várható. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint ez az időjárás veszélyes lehet az emberekre, valamint az állatokra nézve is. Az illetékesek felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 17 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és fokozottan figyeljünk oda a megfelelő folyadékbevitelre. Emellett fontos, hogy kerüljük a nehéz, megterhelő fizikai munkát is. A tűzőnapon való tartózkodás égési sérüléseket is okozhat, sőt, megnő a kockázata annak, hogy napszúrást vagy hőgutát kapunk. Dr. Katona Szabó Lívia, családorvos arról beszélt, hogy mit kell tenni ebben az esetben. A hűvösbe kell menni, folyadékot fogyasztani. Én nem ajánlanám azt, hogy egyszerre másfél liter folyadékot, inkább kortyonként, de hideg folyadékot, és azt, ha lehet, akkor ásványvíz legyen. A tiszta víz nem elég, ha csak tiszta vízünk van, akkor ha módunk van rá, akkor sózzuk meg. A cukros üdítők fogyasztása is kerülendő ilyen esetben. Az orvosok tanácsait érdemes megfogadni a nagyobb baj elkerülése érdekében. 6 dinárral kell többet fizetni mától a dízelért és 4-gyel többet a benzinért Szerbiában, közzétették az elkövetkező egy hétben érvényes üzemanyag árakat. Mától 1 liter eurodízel 218 dinárba, míg 1 liter ólommentes benzin 205 dinárba kerül. Az elmúlt 3 hónapban a dízel Szerbiában több mint 20 dinárral drágult, míg a benziné több mint 17-tel. Az üzemanyag piaci ára ezeknél lényegesen magasabb, de a szerb kormány árstopja gátat szaba nagyobb mértékű áremelkedésnek. Az árstopot egyébként éppen tegnap hosszabbították meg az üzemanyagokra vonatkozóan július 31-éig. Drágul a földgáz Szabadkán, ez a lakossági és az ipari fogyasztókat egyaránt érinti, tájékoztat a szabadkai gázművek. Augusztus 1-től 36 dinár 56 para lesz a földgáz ára köbméterenként, a jelenleg érvényes köbméterenkénti 33 dinár 73 para helyett. A szerbiai gázművek tájékoztatása szerint a gázellátás költségei megdrágultak, emiatt emelték az árat. A földgáz ára 8,39%-kal lesz magasabb, és az augusztusi számlákon lesz először tapasztalható, amit a fogyasztók szeptemberben kapnak majd készhez. Magyarországnak a béke oldalán kell lennie. A háborús inflációt nem lehet másképpen megakadályozni, csak ha a háborúnak vetünk véget, mondta a magyar miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A védelmi képesség kapcsán Orbán Viktor kifejtette, hogy emberfeletti munkával kell azt megnövelni. A haderőfejlesztési program sebességét 2-3-szorosára kell növelni. A kormányfő szerint az, hogy Ukrajna megkapta az uniós tagjelölti státuszt Magyarországnak azért fontos, mert a csatlakozásnak az is feltétele, hogy Ukrajna garantálja az ott élő kisebbségek, így a magyar kisebbség jogait is. Orbán Viktor azt mondta, hogy az uniós csúcson figyelmeztetni kellett a résztvevőket, hogy a gázszállítással kapcsolatos szankciókkal ne is próbálkozzanak, mert Magyarország gázügyben nem hajlandó kompromisszumra. A miniszterelnök szerint Magyarország nehezebb helyzetben van, mint bármelyik másik európai ország, mert az ukrajnai háború elől menekülőket is el kell látnia. Ugyanakkor a déli határokat az illegális migránsok is támadják. A kormányfő ismertette, hogy tavaly 400 embercsempészt fogtak el, idén ez a szám 750-re ugrott. Orbán szerint, ahogy a háború hatásai Afrikában érződni kezdenek, még több ember indul el Európa felé. Eljött a pillanat, amikor muszáj megszerveznünk egy új, hívjuk úgy, hogy határvadász rendszert. Tehát egy határőrséget, amely határvadász századokból áll. Most ezt a munkát a belügyminiszterre bíztuk, rövid határidővel. Ha megbirkózik vele, akkor a belügyminisztérium keretein belül építjük föl ezt a határvadász képességet. Új embereket kell fölvennünk, ezrével kell. Tehát itt nem 10 meg 100 emberről beszélünk, itt
kötőjel 4000 embert kell fölvennünk csak határvadász, határvédelmi szolgálatra. Ez egy nagy munka, őket ki kell képezni, azért ott mégis emberekkel szemben kell intézkedni, tehát nem egyszerűen csak fizikailag kell őket fölkészíteni, hanem az emberi jog ismerete, jogszabály ismeret, mit lehet tenni, mit nem, ezekből mind ki kell őket képeznünk, ahogy hogy civilizált módon tudjuk megvédeni határainkat. Ott azért most már riasztó lövések is vannak, tehát valaki figyeli a déli helyzetet, akkor látja, hogy egyre erőszakosabbak a embercsempészek és az illegális migránsok, és hát erőszakkal szemben plüssmacikkal és virágcsokrokkal nem lehet védekezni, tehát nekünk most néhány ezer jó kiképzett határvadászra lesz szükségünk a következő hónapokban. Orosz rakéta talált el egy 9 emeletes lakótömböt Odesszánál, tájékoztat az ukrán kormány. A legfrissebb információk szerint 14 halálos áldozata és 30 sebesültje van a támadásnak. Az ukrán illetékesek közölték, folyamatban van az emberek mentése, vannak, akik a romok alatt rekedtek. A szerbiai RTV arról is beszámol, hogy egy másik rakéta egy üdülőhelyet talált el Ukrajnában, 3 ember életét követelve, köztük egy gyerekét. Ebben a támadásban is többen megsérültek. Továbbra is lehet jelentkezni a HPV elleni védőoltás felvételére Szabadkán, ahogy a bajmoki mammográfiai vizsgálatokra is. A mellrák szűrésre eddig több mint 500 nő jelentkezett. A szabadkai egészségház illetékesei felhívják a figyelmet, hogy július 15-e és augusztus 15-e között szünetel a vizsgálat. Utána azonban ismét várják a jelentkezőket. A szabadkai egészségház szinte minden osztálya túlterhelt, azonban a nagy hőség miatt nem növekedett meg az esetek száma. Összegezték az elmúlt időszakot az intézmény orvosai. Dr. Mihaela Budimski szoldát, sürgősségi szakorvos felhívta a figyelmet arra is, hogy a bajmoki egészségházban történő mammográfiai vizsgálatokra továbbra is lehet jelentkezni. Tokom danas se uradi 20 mamografskih pregleda. Cilj znači ovog ranog screeninga jeste prevencija raka dojke, odnosno da se u najranijem stadiumu pronađe ukoliko ima nekih promjena na tkivu dojke i da te žene uđu u program izlečenja već u narednih 30 dana, znači automatski se po dobijanju nalaza ulazi u proceduru, tako da, znači da je, ukoliko se rano otkrije rak dojke, on je u potpunosti izleči u ovom stadiumu. Szabadkán a nőknél méhnyakrákot okozó HPV elleni védőoltás is elérhető. Felvétele úgy a fiúknak, mint a lányoknak is egyaránt ajánlott, mondta dr. Josipa Kreininger Párcsetics. A gyerekorvos elmondta, az MMR vakcina felvétele is több mint 95%-os Szabadkán, ami megfelelő. A gyermekrendelők is túl vannak terhelve, ez miatt arra kérik a szülőket, hogy az ügyeletet csak indokolt esetben keressék fel. Da nocna i nedeljna dežurstva koriste za dnevne i obične posete, nego da ih isključivo koriste u hitnim situacijama. Naravno, ukoliko stanje deteta to zalaže, nalaže u stvari, izvinite, da moraju dovesti dete odmah na pregled. Szabadkán nő a koronavírussal fertőzöttek száma is, mintegy 80 vizsgálatot végeznek el naponta a szabadkai egészségház rendelőiben, ebből 10-20 a pozitív. Eddig mindannyian enyhébb tüneteket mutatnak, a fertőzöttek között gyerekek is vannak. A szakemberek hangsúlyozzák, az egészségügyi intézetekben továbbra is kötelező a védőmaszk viselete. Koordinációs testület alakul Szabadkán a kortárs erőszak elleni küzdelem céljából az eltűnt és bántalmazott gyermekek központja kezdeményezésére. Az önkormányzat tanácskozásra hívta össze az érintett szabadkai intézmények képviselőit, amelyen körvonalazták a program sikeres működéséhez szükséges intézkedéseket. A szabadkai általános iskolákban hasonló gyakorisággal fordul elő kortárs erőszak, mint a többi szerbiai iskolában. A Matko Vukovics általános iskola igazgatója elmondta, hogy az utóbbi években a verbális és az érzelmi erőszak a leggyakoribb. Az iskola igyekszik minden esetre reagálni, de a sértettek sokszor eltitkolják a bántalmazást. Digitálno násilje nešto što je u velikom porastu. Korištenje društvenih mreža i pri samim prisustvom dece na tim društvenim mrežama i u tim digitalnim svetovima jeste mogućnost da se i tamo ispolji to nasilje, pogotovo situacija u kojoj oni misle da su na neki način zaštićeni.
Az eltűnt és bántalmazott gyermekek központja kezdeményezte, hogy Szabadkán is alakuljon koordinációs testület a kortárs erőszak elleni küzdelem céljából. Ilyen testület már működik Újvidéken, és a tervek szerint még 3 önkormányzatban kezdi meg hamarosan a működését, köztük Szabadkán is. A továbbiakban folyamatosan kibővítik majd a hálózatot Szerbia minden településére, hangsúlyozta Igor Jurić. Mnogo važno da se kada pričamo o nasilju nad decom, mnogo više posvetimo i samim zlostavljačima. Tu smo videli krucijalni problem i želimo da se usmerimo upravo na tu decu, na te mlade ljude, jer nekako ti ljudi, bez obzira što jesu nasilnici, ne smiju biti zapostavljeni. Mi imamo obavezu da se njima mnogo više posvetimo, jer jedan nasilnik ne zlostavlja jedno dete, nasilnik zlostavlja mnogo više dece. Szabadka önkormányzata az előzetes megbeszélések után zöld fényt adott a testület megalakításához. Meglátogatták az újvidéki koordinációs testületet, hogy lássák, az miként működik. A kerekasztal beszélgetésre meghívták az általános és középiskolák, a szociális és egészségügyi intézmények, a szülők városi tanácsának képviselőit is. Mi kroz koordinacijno telo i formiranje želimo da usvojimo određeni set mera i aktivnosti na prevenciji, edukaciji, organizovanju određenih tribina, radionica, seminara, da otvorimo saradnju, evo da kažemo, sa novom školskom godinom i sa medijima. Az illetékes elmondta, hogy 1-2 hónapon belül már az új tanév kezdetére várható a koordinációs testület megalakulása Szabadkán. Új szakkal, a gépjárműszerelő tagozattal bővült a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ. Az új 3 éves szakirányt a 2022-2023-as iskolaévben 30 tanuló választhatja, az oktatás pedig magyar nyelven folyik majd. A most Magyar Kanizsán középiskolába iratkozó gyerekek a 4 éves számítógépes szerkesztő gépész technikus szakra, a szintén 4 éves mezőgazdasági szakra és a most újonnan induló gépjárműszerelő szakra iratkozhatnak. Az iskolaközpontban az oktatás minden szakirányon magyarul zajlik. A szeptemberben megnyílt tagozatokkal pedig a hiány szakmák csökkenését próbálják elérni. Ez gyakorlatilag egyesíteni fogja az eddigi autószerelő és a mezőgépszerelő szakokat. Ennek az az előnye, hogy ez egy gyakorlatorientált képzés lesz, már a gyerekeknek lehetőség lesz részt venni a duális képzésben, ami azt jelenti, hogy elsőben heti 1 alkalommal, második évtől pedig heti 2 alkalommal tudnak gyakorlatot szerezni olyan vállalkozásoknál, cégeknél, ahol gyakorlatilag a szakmájukkal tudnak foglalkozni, ezzel kapva egy olyan tudást, amit később a nagybetűs életben tudnak használni. Amit fontos még elmondani ezzel kapcsolatban, hogy a képzés vagy a 3 éves iskola végén lehetőség lesz a diákoknak egy B-kategóriás jogosítványt megszerezni kedvezményes áron. Biztonságos és kétnyelvű oktatást biztosít a szabadkai Iván Gorán Kovácsitja általános iskola. Az intézményben több mint 460 diák jár, ebből mintegy 80 gyerek magyar nyelven, 380 pedig szerb nyelven tanul. Az iskola igazgatója elmondta, minden évben egyre több diák iratkozik be a Szabadka központjában található intézménybe, ami pozitív visszajelzés a számukra. Az iskolában egyébként pénteken délután tartották a 8-os diákok ballagását, 50 végzős búcsú ott az iskolapadoktól. Ovo je škola koja neguje tradiciju kvalitetnog obrazovanja, znači škola ove godine obeležava 130 godina rada. U njoj se školuju učenici, rekla sam, i na srpskom i na mađarskom jeziku. Mi smo veoma ponosni na naše učenike, isto tako na nastavnike i roditelje koji zajedno rade. I učenici, nastavnici i roditelji učestvuju u nacionalnim i evropskim projektima. Stalno ulažemo kako u kvalitetno obrazovanje i osavremenjivanje nastave, tako i u rekonstrukciju škole, što se može videti i po školi. Eto, upravo želimo da škola bude sigurna i bezbedna za sve učenika, istovremeno prostor za učenje u kome će svi moći da uče i da usvoje kvalitetna znanja, znanja koja će biti primenjiva kasnije.
Megjelentek a kísérettségi előzetes eredményei. A Moja Srednja Škola portálon a szülők és tanulók mindhárom tesztbe betekintést nyerhetnek. A diákok panaszt is tehetnek az eredmények ellen, erre szombaton 16 óráig van lehetőség elektronikus formában, vagy a saját általános iskolájukban. A végleges eredményeket július 5-én teszik közzé. A kívánságlistát július 6-áig kell elküldeniük a mojaszrednyaskola.gov.rs oldalon keresztül. Aki papírlapon szeretné átadni, megteheti 6-án és 7-én az általános iskolákban. 13-án tudhatják meg, ki milyen szakra jutott be, a középiskolákba való iratkozást pedig július 14-e és 20-a között tartják. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Kiosztották Adán a próúrbedíjakat és a köszönő leveleket a képviselőtestület díszülésén. Győzelmet aratott a magyar női vízilabda válogatott a hollandok felett. Újvidéket érintő fontos fejlesztésekről tárgyalt ma Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke, Tomislav Momirovics építési, közlekedés és infrastrukturális miniszter, valamint Milos Vucevic Újvidék polgármestere. Az Újvidék Szabadka között épülő gyorsvasút Újvidéknél 11 km régészeti területen halad majd át. Többek között ennek megóvásáról és a hamarosan épülő Újvidék Pétervárad közötti kerékpáros gyalogos hídról volt szó a munka megbeszélésen. Továbbá az épülő 1,7 kilométeres Pétervváradot és Kabolt összekötő hídról, valamint a 3,5 kilométeres Fruska-Gorai alagútról is tárgyaltak. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően kisebb lesz a kamionforgalom Újvidék, Ürög és Ruma között. Ezen az útvonalon egyébként naponta mintegy 1000 kamion halad át. Javában zajlanak az építkezési munkálatok Zentán az egykori buszállomás helyén, ahol a világ egyik legismertebb áruházlánca nyitja majd meg újabb bevásárlóközpontját. Az áruházlánc jelenleg a világ 32 országában van jelen, és 310 ezer munkavállalót foglalkoztat, míg szerbiai szinten 35 településen 61 bevásárlóközponttal rendelkeznek. A zentai beruházás megvalósulásával a cég előreláthatólag 30 embernek biztosít majd munkahelyet. Jelen pillanatban, amit terveztek, azok a folyamatok befejeződtek, és jó haladnak az építkezések. Az építkezés a város ennek a területén olyan 8000 négyzetméteren zajlanak, hiszen ez a telek, a két volt telek, a buszállomás és a masinaremont, ez összesen több mint 8000 négyzetméter, ebből 2500 négyzetméter lesz maga az objektum, a többi pedig parkoló, több mint 130 parkoló és zöld felület fog lenni. Erdélyi Olivért választották meg Oromhelyi közösség új elnökévé. A szavazásra azért volt szükség, mert Lékó Róbert egykori elnök június 6-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. A helyi közösség tanácsának tagjai egyöntetűen Erdélyi Olivérnek szavaztak bizalmat. Az új elnök kifejtette, szem előtt tartja a helyi közösség három településének fejlődését a továbbiakban is. A folytonosság mellett tettem le úgymond a voksomat, tehát mindenféleképpen az előző elnöknek, illetve a tanácsnak ugye a már megkezdett munkáját, ezt folytatni szeretném én is, mivel ezt az elmúlt időszakból láthatjuk, hogy a falunk, illetve a másik két falu, Völgyes és Újfal is fejlődés útján megindult, amely szemmel látható, tehát értékelhető eredményeket sikerült elérni, ezért ezt folytatjuk. De ez mellett természetesen szeretnénk olyan dolgokat is megvalósítani, amik esetleg nem voltak terve, új terveket kigondolni, és ezeket meglátjuk a lehetőségünktől függően, hogy mikor, illetve miként tudjuk megvalósítani. 1835-ben első Ferdinánd évi három alkalomra vásártartási szabadalmat adott Adának. Ennek bizonyítékaként pedig július 2-án oklevelet állítottak ki. Erre emlékezve minden évben ezen a napon ünneplik a község napját. A háromnapos programsorozat keretén belül a községi képviselőtestület díszülésén átadták a város nyilvános elismeréseit. Ada hírnevét öregbítő és továbbivő helyi lakosoknak adományozott a város vezetősége nyilvános elismeréseket. Idén a község életmű díját posztumus Szabó Szabados Ilona, egykori magyar tanárnő érdemelte ki, aki az anyanyelv ápolás terén alkotott maradandót. Díját férje, Világos Frigyes vette át.
A tiszamenti város egyik Juventus Pro Urbe díját Radasin Stefánnak, a helyi Aeroklub, valamint a szerbiai junior rakéta modellező válogatott tagjának ítélte oda. A másik díjat Nagypál Zsófia érdemelte ki, aki zeneművészeti tanulmányai mellett számos fuvola versenyen aranyérmet szerzett. Én nagyon meglepődtem, nem gondoltam volna tényleg, de nagyon megörültem, és legalább érzem azt, hogy tényleg jó, amit csinálok, és úgy érzem, hogy jó felé is haladok. Az idei Pro Urbe díj elismerést Nenad Obradović, moholi származású történelemtudományok doktora, a Szerb Enciklopédia munkatársa vehette át, aki a tudomány és a tudás, valamint a szerb kulturális örökség megőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet munkája során. Ugyan minden díj kellemes érzéssel jó esik az egyénnek, ám különös jelentőséggel bírnak a helyi közösség, a szülőföld babérkoszorúi. Elvégre a szülőhely elismerése a hozzátartozást és elfogadást jelentik, amelyekkel az ember keresi helyét a világban. A díjak mellett polgármesteri köszönőlevélben részesült az Adai Műszaki Iskola, az AFK Labdarúgóklub, dr. Balog András, szülésznőgyógyász szakorvos, Zsivkovics Vladán birkózó, Uros Borzás és Ilics Zorán kézilabdázók, a Moholi Sporthorgászok Egyesülete, valamint a Vadvirág Hagyományápolókör. Nagyon örülünk ennek a díjnak, ami a 30 éves munkánk elismerése eredménye, és hát mire sarkal? Természetesen további munkára, sok-sok föllépésre, sok-sok vendégszereplésre. Visszük a hírnevét Adának. Tóbiás József, a képviselőtestület elnöke szerint ilyenkor emlékeznek meg a község nagyjairól, és visszatekintenek a település történelmi fordulópontjaira. A múlt évi ünnepi ülésen annak fontosságát emeltem ki, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy azt a bizonyos kocsit vagy szekeret, amely adaközség fejlődését és további fejlesztését szimbolizálja, hogy közös erővel és ugyanabba az irányba toljuk. Idén már elmondhatnám, hogy jó úton járunk. Az adanapi programsorozata hétvégén koncertekkel, főzőversennyel és oldtimer találkozóval várja az érdeklődőket. Rózsa Éva, szegedi biológus és fotográfus Mia Manó című kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők adanapja alkalmából a helyi könyvtár kiállító termében. A fotós 22 képen keresztül mutatja be az ájtatos Manót, vagyis az imádkozó sáskát, valamint annak néhány távoli országokban honos különleges megjelenésű rokonát, mint amilyen az orchidea Manó is. A hagyományos természetfotók mellett a kiállítás anyagában megtekinthetőek különböző makrofotók is, mint például a Mantis kaleidoszkóp. Hozzám mindig is közel állt a természet, az élővilág iránti érdeklődés és szeretet, tisztelet. Valószínűleg ezért is lettem biológus, és a fotográfiámnak egy szerves részét képezik a természetfotók. És az első kiállításom, a bemutatkozó kiállításom az Szegeden nyílt márciusban. Március-áprilisban volt megtekinthető, és most nagyon örülök, hogy Ada városába is eljöhettek a manóim. Ez egy különleges védett rovarfaj, ami a kertünkben minden évben megjelenik. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy fotózhatom őket minden évben. Ezek a rovarok több szempontból is nagyon érdekesek. Van bennük valamilyen emberszerű. Elkezdődött a Dombos Fest, Vajdaság egyik legnépszerűbb zenei fesztiválja. A koncertek mellett irodalmi programok is várják az érdeklődőket Kishegyesen. A szórakozni vágyok július 3-áig látogathatják a már jól ismert Lőszfalat. Részletes program és jegyárak a www.dombosfest.org oldalon. A Révész Richard Latin Jazz Quartet koncertezett csütörtök este a Palicsi Vigadó teraszán. A közönséget dallamos, friss latin jazz zenével kápráztatta el az együttes. Többnyire saját szerzeményeket adtak elő, amelyben az afro-kubán zene és a dél-amerikai dallam és ritmusvilág keveredett. A koncert a VM4K csütörtök esték elnevezésű rendezvény sorozatának keretében valósult meg.
Nagyon sokszor találkozunk olyannal is, hogy valaki nem hallgatott jazzt, vagy nem tudja, hogy jazzt hallgat, és esetlegesen eljön a mi koncertünkre, vagy egy másik jazzzenekarnak a koncert, és azt mondja, hogy hű, ez milyen jó zene, és akkor kinyit egy másik ajtót, és elindul egy olyan úton, amin addig nem járt. És a fiatalok között is egyébként nagyon sokan vannak, akik egyrészt ezzel foglalkoznak, ezt tanulják, és a saját környezetükben terjesztik ezt a fajta zenét, viszont van olyan is, aki nem foglalkozik ezzel a zenével, viszont hallgat minőségi jazz zenét. A magyar női vízilabda válogatott bejutott a hazai rendezésű világbajnokság fináléjába, miután a csütörtök esti elődöntőben 13-12-re legyőzte a holland csapatot. A rendkívül kiélezett mérkőzésen a magyar csapat legjobbja, a 4 gólos Leimeter Dóra volt a Margit szigeten. A magyar válogatott, amely a 2013-as barcelonai bronzérem után lesz újra dobogós világbajnokságon, legutóbb 2005-ben Montrealban játszott VB döntőt, akkor Faragó Tamás irányításával a gárda éppen az aktuális címvédő amerikai csapatot győzte le hosszabbítás után, megszerezve ezzel története második VB aranyát. És maradjunk a vízilabdánál. Az olimpiai címvédő szerb férfi vízilabda válogatott az 5. helyért játszhat a budapesti világbajnokságon, mivel 10 hétre legyőzte Montenegrót a rájátszásban. A szerb válogatott ellenfele a következő mérkőzésen a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok összecsapás győztese lesz. Novák Djokovic nyerte a szerb rangadót Wimbledonban. A címvédő Djokovic magabiztosan kezdett, az első játszmát 6-0-ra nyerte. Ellenfelének Miomir Kecmanovicnak a második szetben már sikerült 3 gémet fognia, de Novák ezt is behúzta 6-3-ra. A harmadik játszma volt a legizgalmasabb, a világranglista harmadik szerb teniszező 5-2-re is vezetett, de Kecmanovic brékelt és visszajött 5-4-re. Ekkor az esélyesebb Novák Djokovic magabiztosan hozta az adogató játékát és 6-4-re megnyerte a szettet és ezzel a mérkőzést is. A szerb teniszező ezzel bejutott a legjobb 16 közé, ahol az ellenfele a holland Tim van Riethoven lesz. Augusztus 28-án Szabadka város napja alkalmából szervezett rendezvények keretében tartják meg az 5. szabadkai félmaratont. A versenyre a www.supm.rs honlapon lehet jelentkezni. 3 táv közül választhatnak a résztvevők, 5 kilométer, 10 kilométer és a félmaratoni. Dr. Pásztor Bálinta, a Városi Képviselőtestület elnöke, a mai értekezlet házigazdája kiemelte, hogy ez az egyik olyan sport és rekreációs rendezvény, amely az egészséges életmód népszerűsítése mellett a város idegenforgalmi kínálatát is gazdagítja, és hozzájárul Szabadka jó hírnevének öregbítéséhez. A verseny alatt a résztvevők a város számos nevezetességei mellett futnak, és számos művelődés történeti jelentőségű épületben gyönyörködhetnek. A versenyt a Szabadkai Horizont Sport Egyesület szervezi. És eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Megkezdődött a turista idény, hazafelé igyekeznek a vendégmunkások. Igazi kánikulára számíthatunk a hétvégén is. Ismét drágultak az üzemanyagok Szerbiában. Augusztus 28-án tartják az 5. szabadkai félmaratont. Köszönjük figyelmüket, nézzék továbbra is a Pannon televíziót, ugyanis 21 órától a Nagy Szépség című olasz-francia játékfilmet vetítjük. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!